Az egészséges életmódra nevelést, az egészségtudatos magatartást már gyerekkorban érdemes kialakítani. Egészséges gyerekből egészséges felnőtt lesz, tartja a mondás, és ez igaz akkor, amikor már a legkisebbeket a helyes és kiegyensúlyozott táplálkozásra tanítják. A rendszeres testmozgás természetes kell, hogy legyen, főként gyerekkorban. Ritka az olyan iskola, ahol már akkor is minden nap mozogtak a diákok, amikor még nem volt kötelező a mindennapos testnevelés. A nyírteleki gyerekek órarendjében mindennapos a sport, és egy jó pályázat lehetővé tette, hogy új eszközöket használhassanak az órákon, előadásokat hallgathassanak meg neves előadóktól, és különböző programokon vegyenek részt, ami az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásukat, ismereteiket szélesíthette. Sikerült a 2013-as évben a TAMOP 3.1.4-es pályázat keretében az innovatív iskolák fejlesztésében egy nagyobb összeget nyerni az iskolának. Ebbe a programsorozatba mi az egészség nap keretében is fejlesztjük a gyerekeket. Rengeteg programot, az egészség megőrzéséhez kapcsolódó eseményt szervezünk részükre. A Kis ugrások, nagy sikerek elnevezésű projektre 100 millió forint uniós támogatást fordítottak, ebben több programelem szerepelt. Az iskola igazgatója szívügyének tartja, hogy a diákok szabadidejükben is figyeljenek a rendszeres testmozgásra, mert hogy a testnek, a léleknek és akár a tanulási teljesítménynek is jót tesz a mozgás. Az iskolában még mindig vonzó az, hogy a tanórán kívül is eljárjanak a gyerekek sportolni. Ezt a lehetőséget meg is teremtjük nekik. A Nyírteleki Általános Művelési Központ Diáksport Egyesületének tagjai az iskolánk tanulójának a legtöbb része. Lány kosárlabda csapatunk van, fiú labdarúgó csapatunk, ami a helyi, a városnak az utánpótlás bázisát is biztosítja. Egyre több olyan szabadidős lehetőség van, ami kecsegtetőbb, mint a testmozgással járó fizikai nehézségekkel járó mozgás, még a zene, a tánc, esetleg amit az intézményünk is preferál, illetve lehetőségként biztosítja is a tanulóknak, de a gyerekek szívesebben leülnek a számítógép mellé, a tévé mellé, ezt napjainkban sajnos sok kutatás bizonyítja, de küzdünk ellene, hogy ez ne így legyen. Jó hangulatban telt el a tanár-diák kosárlabda mérkőzés. A felnőtt csapatot erősítette a város polgármestere is, akire ismerős arcok mosolyogtak, hiszen korábban itt tanított. Tömegsportot is tartott a diákoknak. Egy polgármester mit tehet azért, hogy a városban egészségesen éljenek az emberek, sportolhassanak és tudatosan figyeljenek erre a nagyon fontos szemléletre? Több dolgot is tehet. Először is azzal segíti a civil szervezeteket, illetve azokat a szervezeteket, amelyek sporttal, egészségneveléssel, illetve a gyerekek sportolásával foglalkoznak, hogy megfelelő támogatást biztosít számukra, illetve a másik lehetősége az, hogy jó példával jár elő. Ez mondjuk látszik is rajta, mert épp egy ilyen rendezvényre jövök. Megmozgatja nem csak a gyerekeket, hanem némely városnap alkalmával az itt élő felnőtteket is, sőt, hagyományokhoz visszanyúlva különböző népi játékokat is szoktak ebben szervezni, úgyhogy nem csak a sport, hanem a hon és népismeret irányába is próbálja összekapcsolni az embereket, és egy nagyon jó közösséget igyekszik így formálni. A város civil lakosságának a jövőben egy olyan közösségi teret szeretnének kialakítani, ahol szabadban testedzést lehet végezni, kondiparkot építeni, és Rakamaz Nyíregyháza irányában kerékpárutak építése is segítheti a sportos életvitelt. Színek, formák, rajzok. A gyerekek képei, amelyek az egészséges életmódról szóltak. Nehéz nemet mondani a gyerekeknek, ha édességekről és más finomságokról van szó, de meg kell tanulniuk az egészséges étkezés alapjait, és talán meg is kell ismerni az új ízeket. Sok gyümölcs és zöldség, vitamindús ételeket az asztalra.
A kamaszkor nehéz időszak a gyerek és a szülő számára egyaránt. Kihívások elé állítja a fejlődő technika a rohanó élet a szülőt és a gyerekeket is. A nevelésre kell, hogy legyen idő, beszélgetni, foglalkozni kell a gyerekekkel és példát mutatni. Ezt tartja a legfontosabbnak dr. Zaher Gábor, toxikológus főorvos. Szerinte a drogprevenciós előadások helyett a jó szülő-gyerek kapcsolatra van szükség ahhoz, hogy a fiatal ne nyúljon káros szerekhez. A főorvos két előadást tartott az iskola diákjainak és a szülőknek is beszélt a szenvedélybetegségekről. Számára a szülőknek mindig nehezebb beszélni ezekről a témákról. Mi néha sokkal nehezebben ismerjük fel a saját bajainkat, és állítólag bennünk már ki van fejlődve az a kontrollmechanizmus, ami alapján bizonyos dolgokat szépen háttérbe tudunk szorítani, de én úgy látom, ez azért a messze nem igaz. Most kérdés a következő. Ha én ilyen vagyok, akkor milyen lesz a gyerek? Nekem van egy roppant bölcs feleségem, aki szokta időnként mondani, nekünk van egy 18 éves fiunk, hogy ez a gyerek pont olyan, mint te vagy. Na most ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen részben genetikailag örökölt tőlem egy csomót, részben pedig egy csomó magatartás mintámat. Úgyhogy amikor a gyereket nézi az ember, akkor való viszont látja a szülőt is. Hogy mennyit foglalkozik a gyerekkel, mennyire van kommunikáció, miket ad át neki, milyen volt a szociális mintája, milyen a család. És azt gondolom, vala a történetnek a változtatásában az egyik legfontosabb szerepe a családnak van. Hiszen a gyerek onnanhoz érte, rendet, ott tanul egy csomó mindent, persze hát aztán jön majd még az iskola, meg a munkahely, és így tovább, de ne felejtsük el, hogy például mire kikerül az iskolából, mondjuk szerez egy szakmát, vagy érettségizik, addig előre már egy kész ember. És onnantól kezdve sokkal-sokkal nehezebben lehet valakin változtatni, mint mondjuk abba a fogékony korában, amikor tényleg minden jóra, és persze kevésbé jóra is hajlamos lehet.